Tihany, amely a legrégebbi magyar szorványemlék, azaz a tihanyi apátság alapító okiratának települése. Visszhang, kecskekörmök, apátság, levendula fesztiválok egész évben és Borsos Miklós. Néhány fogalom, ami a különleges magyar, mégis mediterrán tájhoz kapcsolódik. A Balaton egész éves minőségi kínálatának egyik ékes példája a Kogárd kiállítás. A 20. század egyik legnagyobb magyar szobrásza gyalogszerrel járta végig az olasz rivérát és múzeumokat, hogy a legnagyobbaktól, Leonardótól, Michelangelótól tanulhassam. A tengerbe lett először igazán szerelmes, és hát utána jött az ötlet, hát, hogy ugye magyar tenger révén, ugye a Balaton partján, Tihanyban talált egy ihlető forrás. Egy régi istállóból ki is alakított egy műtermet, és a nyarakat itt töltötte művész barátaival. Borozgattak, összejártak egymáshoz, és hát azt játszották, hogy a tihanyi félsziget, mint egy toszkán táj, és hát ők is ebben ilyen olasz reneszánsz emberek, és akár néha még akár latinul is leveleztek egymáshoz. És persze megnézték egymás Tihanyhoz kötődő alkotásait is. Magyar táj, magyar vésővel? Amikor akkor ott még a tihanyi félszigeten jelenlévő bivajok is voltak, és hát ezt az egyik bivajt formázta meg. Itt a koponya. Igen. Az a cél, hogy mindig változatos, mindig új anyagot tudjunk bemutatni a látogatóknak. Kovács Gábor magángyűjteményéből és művészeti alapítványából válogatja ki a legérdekesebbeket. Mögötted álló kép az egy mérföldkő a Kogárd kialakulásában. Kovács Gábor és Péreli Zsuzsa között jó barátság van, és igazából ez a mű az, ami inspirálta Kovács Gábort arra, hogy műtárgyak gyűjtésébe fogjon. Az angyal, aki itt látható, kezébe ezt a két kis szálat tartja, és ezzel megteremti az egyensúlyat. Egyensúlyt így a materiális és a szellemi világ között. És az üzletembernek a maradandó művek megtalálása a szenvedélye. Ő mindig úgy gyűjti a műveket, hogy ez ne egy ilyen pillanatnyi impresszió vagy egy ötlet legyen, hanem legyen benne az öröknek a sanszát.